A közelmúltban vették birtokukba a HTS sportolói azt a hatalmas sátrat, amely többek között az utánpótlás számára nyújt segítséget a felkészülésben. A létesítményről kérdeztük Komárom Imrét, az egyesület elnökét. Hál' Istennek azt kell mondanunk, hogy mivel nagyon sok gyerekünk van, nagyon sok csapatunk van, nagyon sok utánpótláskorú játékosunk van, és ugye elsősorban ugye az ő kiszolgálásokra épült ez a szenzációs komplexum. Így azt mondhatom, hogy örömmel vette minden játékos, minden szakember az elkészült sátrat, és nagy boldogság mindenki számára, hogy Műfűvön gyakorlatilag egy ilyen körülmények között készülhessen a téli hónapokban is megrendezésre kerülő futsaltornákra, illetve hát így kezdjék meg a felkészülést a tavaszi megméretetésekre a csapatok. Hiszen ha belegondolunk, ugye korábban is láttuk, hogy jelentős csarnokbeli, helyiségbeli különbségeink voltak, helyiségbeli, terembeli különbségeink, nem tudtuk igazán a csapatokat hol elhelyezni a téli felkészülésekre. Hozzájárulhat ahhoz, hogy akár az utánpótlás, akár a felnőtt játékosok, illetve csapatok terén eredményesen szerepeljenek majd a tavaszi szezonban. Mindenképpen erre fogjuk. Tehát ha eredményesek leszünk, akkor arra fogjuk, hogy igen, igen, ez is kellett hozzá az eredményes felkészüléshez. De valóban, tehát egy ilyen szuper körülmények között készülni és hangolódni a füves bajnokságra, ez minden labdarúgónak az álma. Mennyire jellemző az egyébként, hogy egy ilyen a megyében vagy országos szinten egy ilyen sátorral rendelkeznek? Budapesten járva, mely körgyűrűn haladunk el vonatból, láthatjuk, hogy már jelentős mértékben leszállt az UFO ilyen téli időszakban ugye a város köré és a városban. Hajdú-Bihar megyében, Debrecenben találhatunk még hasonló komplexumot. Mi is ezt tekintettük meg ugye a szakmai stábbal, amikor javaslatként érkezett, hogy a téli felkészülésekre nem tudnak beférni a labdarúgók, mert a mínusz hónapokban sem, kisgyerekeknél ez még inkább függvénye a sikeres felkészülésnek, hogy mi is valósítsunk meg egy ilyet, és pályázat útján ez valóra is vált. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy köszönetet mondjak mindazok számára, akik ezt lehetővé tették. Ugye emlékszünk rá, hogy 2011-ben egy széles társadalmi összefogásban valósult meg, mikor a TAU-t bevezették, ugye a parlamentben is elfogadták. Magyar Labdarúgó Szövetségnél pályázott az Egyesület, mint működő egyesület erre a lehetőségre, egy beruházás fejlesztésre. Itt sikerült elnyerni a pályázatot. Köszönetet szeretnénk mondani az Örvárosi Önkormányzatnak, hiszen az ő ingatlanán valósult meg ez a lehetőség, ugye a felújított kisműfűes pályán, és nem utolsó sorban az önerőt is ők biztosították ehhez. Valamint ugye köszönet szintén azoknak a vállalkozásoknak, akik eredményesen dolgoznak, és az adójukat, adóforintjaikat Hajdúböszörmény sportjának az egyesület részére irányítják, és szintén köszönetet szeretnénk mondani ugye a szűkebb szakmai stábnak, aki ebben segítkezett, illetve a város fejlesztési osztálynak, aki nagyban közreműködött és levezényelte gyakorlatilag a kivitelezési munkákat. Varga Sándor most először kergette a labdát a sátor alatt. Tetszik, nagyon jól ki van világítva, meg jó itt benne focizni, meg jó a fűtés benne, nincs olyan meleg. És milyen a pálya? Ma a műfű. Hát úgy látszik, hogy nem cserélték fel, de nagyon jól lehet rajta focizni, és jó itt focizni nagyon. Mennyivel másabb műfűvön focizni, mint valódi focipályán? Hát én nem érzek rajta semmit, de hogyha megfújjuk, akkor látszik rajta, hogy nem lehet kitépni meg. Ilyesmi. Mióta focizol? Hát egy olyan hónapja lehet. És mit szólsz a csapattársaidhoz eddig? Hogy sikerült összekovácsolódni? Hát, hogy már az osztálytársam is pár gyerek itt focizik, és azt gondoltam, hogy én is eljövök ide, és megpróbálok focizni. Van-e példaképed? Hát, nem nagyon. A tesóm, ő is nagyon kitartóan focizik. Olyan 3 éve focizik talán. Akkor remélhetőleg sok örömet fog majd neked ez a sátor nyújtani a fociterén. Igen,